Sziasztok, jó napot kívánok, kellemes időtöltés mindenkinek, az M3 autóparkban vagyunk, szokás szerint egy autót fogunk megnézegetni közelebbről, egy-öt dízel motorost, ami egész vidáman vágódik ott fölfelé, ugye a fordulat szeméről, azt gondolnám, hogy ez így akár jó is lehet élményben. Az autó az 56 lóerős és 4-5 liter üzemanyaggal megelégszik. Először is van szervó kormányunk, amit ebből a tekergetésből ugye látszik, egész könnyedén lehet csavargatni, szép a kormánya, 111.542-t futott, ez igazán baráti. Van egy légzsákunk innen balról, és van még egy légzsákunk jobbról, ezen kívül van egy Panasonic rádiónk, és 5-ös váltónk, és elektromosan húzható, vonható, ugye ablakunk van. Velünk van kollégám Concerto, aki rögtön ugye szintén ezt az óraállást reklámozza. Tényleg az autó nincsen lelakva, hiszen nagyon szépen egyben tartották az autók, gyönyörűek az ülései, és nem csak a jobb oldali, hanem ugye a bal oldali ülés is csodálatosan szépen egyben maradt. Ezt elmondható természetesen a hátsó részről is, hátul pillangóablakot találunk, ami egy szellőzést biztosít a hátsó utasnak. Ezen kívül egy ezüstmetál színű, ugye háromajtós 106-osról van szó, ami teljesen éppen és szépen egyben van, nem egy összehorpasztolt, összekaristolt autó, teljesen szép vonalvezetésű, normális kis szerkezet. Van csomagtartónk, természetesen osztható ülésekkel, kalaptartóval, és amint látható, mindkét oldala szépen egyben maradt a elmúlt időszak során. Van jó kis zöld színű üvegünk, elől hátul oldalt, ez gyári rajta, és itt duruzsol a kis dízel motor, amit akár meg is tudok mutatni, gázrugós, kinyitja önmagát és megtartja, és egy egyszerű kis dízelmotor régi szép időkből nem fog soha tönkre menni, olajat és vizet kapjon, és pont 120 évig fog még működni, hogyha egy jó gazda lesz neki megint, hiszen az elmúlt időszakban is ő volt a jó gazda, aki használta. Várjuk az érdeklődőket, gyertek be hozzánk minél hamarabb itt az M3 Autóparkba. Sziasztok, a viszontlátásra!